Itt csatáztak, itt mulattak, ahol a határt ők szabták, s örökségül reánk adták. Ez a haza, ahol csontjaink maradnak, s mindig a földön maradnak, ahová bennünket tesznek, midőn egyszer eltemetnek. Ez a haza, ez a föld, mely drága nekünk, melyet legjobban szeretünk, ahová bármerre járunk, mindig vissza, visszavágyunk. Ez a haza. S ha másképp nem, hát legbelül, hazádnak rendületlenül. S ha este lehet, hangosan, nehogy meghallja más kívül, hát szakállatba dörmög, hogy nincs hely számodra e kívül. De aztán rendületlenül, ezt aztán rendületlenül. Megismerni. Légy ember, ez a legjobb eszköz, légy magyar, ez a legjobb cél. Magyarnak lenni, tudod, mit jelent? Magasba vágyva, tenni egyre lent, mosolyogva, mint a mélyebb őszitáj, nem panaszolni senkinek, mi fáj. Magyarnak lenni, tudod, mit jelent? Küzdelmet, fájót, véges végtelent. Születni nagynak, bajban büszke bősnek, de döntő harcra nem elég erősnek. Úgy teremtődni erre a világra, hogy mindig versünk, de mindig hiába, hogy amikor már érik a vetés, akkor zúgjon rá írtó jégverés. De túl minden bűn, minden szenvedésem, önérzetünket nem feledve mégsem, nagy szívvel, melyben nem apad a hűség, magyarnak lenni büszke gyönyörűség. Magyarnak lenni nagy szent akarat, mely itt reszket a Kárpátok alatt. A küszködőn, a szenvedőn, a sírva, viselni sorsunk, ahogy meg van írva. Lelkünkbe szívva, magyar földünk lelkét, vérünkbe oltva, örök honszerelmét. Féltőn borulni minden magyar rögre, s hozzátapadni örökön örökre. A nyelvünk legdrágább örökségünk. Ha magyarok akarunk maradni, ragaszkodnunk kell nyelvünk helyességéhez és tisztaságához. Ez érdemes feladat. Ó, szép magyar nyelv, aki egyszer téged ajtára bőn, többé nem dobhat el. Hatalmas, szép nyelv, magyarnak nyelve, marad örökké, nagy és virágzó. Kísérjen áldás, amíg a világ áll, s legyen megáldott az is, ki téged ajtára vesz majd, első trevegve, végső csóhajta. A magyar népdal. A népdal a magyar népzene legősibb formája. Emberi érzelmeket, gondolatokat testesít meg, fejez ki. Szerzőiket nem ismerjük, a legtöbbjük nemzedékről nemzedékre szállva szájhagyomány útján maradt ránk. A 18. század közepéig senki sem foglalkozott a magyar népdalok gyűjtésével.
stílussal a 20. század elejétől foglalkoznak népdalaik. Népdalaik eredetének kinyomozása elsősorban Kodály Zoltán és Bartók Béla nevéhez fűződik. A magyar népdal, olvashatjuk Kodály Zoltánnál, az egész magyar lélek ütve, a magyar nyelvvel együttős. A népzenei hagyomány anyanyelvünkhöz hasonló értékű. Benne mindannyian magunkra ismerhetünk, belőle mások is megismerhetnek bennünket.